Ezúttal Arlón vagyunk, Borsod megye északi részén, ahol sajnos azt kell mondanom, hogy egy olyan problémával kerestek meg minket, amivel egyébként a Mi Hazánk mozgalmat és a Magyar Önvédelmi Mozgalmat folyamatosan, hogy vannak olyan családok, akik képtelenek beilleszkedni az adott lakókörnyezetbe. Ugyanez történik most, ahogy halljuk itt Arlón. Egy idős hölgy kért tőlünk segítséget ebben a kérdésben, ennek fogunk most utána járni. Itt vagyunk Arlóban Tóth Ágnesnél, aki ugye a helyi lakos, és neki van ugye problémája, gyakorlatilag pokollá teszi a szomszédba beköltözött család az életét, és most már évek óta nagyon sok helyre fordult már, fordult az önkormányzathoz, a rendőrséghez, illetve ahhoz a Reményt és Jövőt alapítványhoz, amelyik egyébként annak a háznak a tulajdonosa, amelyikben bérlőként ez a kiilleszkedett életmódot folytató család gyakorlatilag tartózkodik. És akkor azt kérdezném meg, hogy tulajdonképpen hogyan is indult ez a kávária, mikortól, erről tudnál nekem mesélni egy kicsit? 2020-ban a szemben lévő szomszédnéni 86 évesen elhunyt. Szomszédnéni örökösei nem voltak, illetve egy élő testvér. Az egy élő testvér a Reményt és Jólét alapítványnak eladta az ingatlant. Ez a Reményt és Jólét alapítvány Budapesten egy luxus lakóparkba bejegyzett alapítvány. Ezt alapítvány megvette ezt az ingatlant, és ebbe az ingatlanban jelenleg 15 tagú cigány család él. A korábbi lakóhelyükön borzasztó körülmények között éltek. Zárójelben megjegyzem, most sem különb az ingatlan, sem kívülről, sem belülről. És az életvitelükből adódóan ebbe a közösségbe ők nem tudtak a mai napig sem beilleszkedni. A bömböldezene, a nem megfelelő életmód, a gyerekek nem rendszeresen járnak iskolába, a férj nem dolgozik, unokák már csak jönnek, szaporodunk, és gyakorlatilag a létszám miatt is meg lehetne említeni, hogy 75-76 négyzetméteren élnek 15-en, ez zárójel bezárva, hogy ez nem gettó. És Nyilván ez kérdésként tette föl. Így van, ez kérdés. Mármint a sok személy kis helyen. És akkor tulajdonképpen akkor voltak konfliktusok? Persze, ugye, konfliktusok voltak. Én személyesen is jeleztem a tulajdonos felé, hogy valamilyen úton-módon próbáljanak ebbe a közösségbe beilleszkedni. Ez zárt kapukra találtam. Megkerestem írásba az alapítvány kurátorát, Király Györgyöt. Levélbe jeleztem neki, hogy mi a problémám. A levélen kívül többször telefonon és többször SMS-váltásban is jeleztem a problémát. Igazándiból érdemi választ nem kaptam. Azt láttam, hogy egyébként itt a Király Györgyöt nem csak ön, hanem ugye a polgármester van, is kereste ebben a kérdésben. Így van, nevesítjük. És onnan ugye nem kaptam választ érdemben, megkerestem a polgármester asszonyt személyes beszélgetésre többször, négyszer, ötször, hogy segítsen valamilyen úton módon ezt a családot helyre rakni, illetve valamilyen úton módon próbáljanak ráhatással lenni. Nem igazán sikerült, elmentem a gyermekvédelmi szolgálathoz, ők sem igazán tudtak segíteni, aztán elmentem a jelenlét program, európai program vezetőjéhez, Velkei Balázshoz, megkérdezte, hogy minek mentem oda, mert az nem az ő hatásköre. A rendőrségi bejelentés 112 többször megtörtént, a polgárőrségnek többször jeleztem, a területen élő, tehát Arlóban a területünkön élő képviselőasszonynak többször jeleztem, hogy valamit csináljatok, mert ez így nem működik, mivel a környezetében lévő szomszédok mind egyedülálló idős hölgyek, és senki nem mert nekik szólni rajtam kívül. És hát gyakorlatilag ennyi összességében. Tulajdonképpen akkor ők ebben a jelenlét program keretében kerültek akkor ide. Tehát nem tudom még, milyen az összefüggés, ismétlem, a Király György és a Velkei Balázs között.
Én azt is föltettem, illetve azt a kérdést is föltettem Király Győrnek, hogy legyen kedves már nekem megmondani, hogy megkérdeztek valakit, hogy ide jöhet ez a nagy létszámú család, mert értelemszerűen a számok törvénye szerint minél többen vannak, annál zajosabb életet élünk. És azt válaszolta rá, hogy igen, megkérdezett két szemét Arlóba, a Rita nővért is megkérdezte Velkei Balást, és én visszakérdeztem, hogy ők itt laknak? Tehát akkor elképzelhető, hogy tulajdonképpen helyi lakost nem is kérdeztek, nem, meg szomszédokat, meg különösen? Senkit. És valóban ugye itt van nálam a levél, 2023. 6. hó 26-án reményt a jövő alapítványnak. És ugye ebből azért kiderül, hogy tulajdonképpen idézem, a családot már több alkalommal figyelmeztettük, hogy kerüljék a hangoskodást, az önlevele nyomán ismét nyomatékosan feljük erre írásban a család figyelmét. Tehát jól látszik, hogy tulajdonképpen az alapítvány látja, hogy ez egy komoly probléma, azonban azt is leírják, hogy másik ingatlant nem tudnak biztosítani a család számára, illetve hogy az utcára pedig nem fogja kitenni a alapítvány a sok gyermekes családot. Illetve itt van a rendőrségi bejelentés is, ahol tulajdonképpen egy életveszélyes fenyegetésről van szó. A rendőrség azonban elutasította, mondván nem egyértelműen beazonosítható ebben az esetben, hogy a sértettet akarja, a megölöm szóval fenyegetni a szomszéd. Azt hogy kérdezem meg, hogy egyébként hány rendőrségi bejelentés, meg gondolom, nem csak ez az egy. Tehát a rendőrségi bejelentés 112-re többször, 4-szer, 5-szer, 10-szer, nem tudok számszerűsíteni, de azt tudom, hogy utoljára, amikor szóltam, ez az elmúlt év szeptember, augusztus szeptemberében volt, és azt sem titkolom, hogy amikor éjszaka a 112-t fölhívtam, akkor én fölhívtam a jelenlét alapítvány, vagy program egyik tagját, Kis Ferencet, akit mondtam, hogy hallgasson már azt, amit én hallgatok, és igazándiból nem tudott érdemben mit mondani. Uh-huh. Értem. És még, bocsánat, még azt szeretném elmondani, azt hiszem, az előzőekben nem említettem, hogy amikor én ezt a problémát felvetettem, akár Király Györgynek, akár a polgármester asszonynak, mindig azt mondták, hogy keresik a megoldást. Keresnek a családnak másik ingatlant. A Király Balázs, a Király György nekem azt is elmondta, hogy a Kassai útról költözött ez a család ide, és ott egy ingatlan próbálnak megvásárolni, különböző okok miatt, tehát itt, ahogy én annak idején kivettem a beszélgetésünkből, ez egy jelzálog hiteles ingatlan, ami már eléggé le volt pusztulva, ezt próbálták volna nekik felajánlani, de a család nem fogadta el. És nekem többször azt mondta, hogy innen el fogják költöztetni ezt a családot, tehát máshol keresnek nekik lakhatást. És akkor kimerem ezt a szót is mondani, hogy engem altattak eddig. Egyébként itt van nálam a 2023. március 30-án megtartott közmeghallgatásnak a jegyzőkönyve, ahol egyébként Tóth Ágnes elmondja, hogy tavaly voltam itt egy családdal kapcsolatban közmeghallgatáson, de ismét kénytelen voltam eljönni. Mindenki tudja, hogy a 3 számról van szó, ahol nem megfelelő életmódban élnek a lakók, illetve nem hajlandóak beilleszkedni. És egyébként érdemes elolvasni, hogy azért, hogy itt van polgármester asszony válasza is, minden szavaddal egyet tudok érteni. Három közügyé vált már. A közgyűlési képviselőtestületi ülésen is itt voltak, a jezsuiták is elmondták, hogy a máltai szeretetszolgálat helyezte el oda a lakókat, és dolgoznak rajta, hogy elkerüljenek onnan. Tehát pontosan látszik, hogy bizony komoly probléma. Igen. Illetve azért érdemes még egyébként idézni ebből a közgyűlési meghallgatásból, mert az is elhangzik, hogy általában milyen egyébként az arlói közbiztonság, ahol a polgármester asszonyt idézzük, azzal is egyetértek, hogy késő este nem csak a fiúk, hanem a lányok is randalíroznak. Betörnek fényes nappal a házakba. Igaza van Gergőnek, mikor azt fejti ki, hogy a településünk hamarosan élhetetlen lesz. Hihetetlen, hogy a csatornanyílásba mit raknak be. Megáll a rendszer, pelenkák, palackok, ruhák kerülnek elő belőle. Ha jól tudom, akkor itt a Gergőnek nevezett úr, Bari Gergő, a helyi kisebbségi önkormányzatnak a vezetője. Igen, tehát ugye pontosan jól látszik, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatnak a vezetője is ugye látja ezeket a problémákat,
és úgy néz ki, hogy egyébként egy egész település tehetetlen tulajdonképpen néhány rendbontó családdal szemben. Az is egyébként nyilvánvalóan érdekes kérdéseket vet föl, amit igen nagyon sokszor meg szoktunk fogalmazni, és a Mi Hazánk Mozdulom az egyetlen párt, egyébként ilyenkor, amikor egy ilyen beilleszkedni képtelen család kerül a egy-egy lakókörnyezetbe, akkor ott hogyan alakulnak a ingatlanoknak a árai, hiszen nyilván a környéken élő egyébként beilleszkedett életmódot folytató tisztességes emberek, akik egy életen át fizettek társadalombiztosítást, nyugdíjjárulékot adóztak, nehéz munkával felépítettek egy ingatlant, akkor lássuk be, hogy ennek az ingatlannak az értéke az bizony erősen csökken. Ahogy itt mondta, ez tulajdonképpen eddig egy csendes, nyugodt környék volt. Itt egyébként hogyan alakulnak azóta, hogyan érzik az ingatlanok árai? Nagyon-nagyon meghatározott az ingatlanoknak az értéke. Nem tudom, merjem-e mondani, hogy a falusicsokat tudják igénybe venni, mivel hosszú távos munkaviszonyuk nincsen. Az a két év szolgálati idő már, mint munkaviszonyban, amit előírnak a falusicsok igénybevételéhez, ezt föl tudják venni, igénybe tudják venni, és ennek az összege 7,5 millió forint, a másik 7,5 millió lakásfelújítás, és ennyit érnek az ingatlanok arról. Egyébként itt az is kiderül az egyik levélből, hogy ennek a alapítványnak gyakorlatilag nem csak ez az egy ingatlan van a tulajdonában a településen, hanem gyakorlatilag más ingatlanokat is vásárolt a település különböző pontjain. Ezt az ingatlant, amikor megvette az alapítvány, 3 millió 600 ezer forintért vette meg. Most ezt az ingatlant a falusicsok igénybevételével el fogja adni 7,5 millió forintért a családnak. Ezt onnan tudom, hogy a család fogja megkapni, mivel én telefonon kérdeztem a polgármester asszonytól, hogy mondja már meg, hogy mégis mi várható, és erre mondta azt, hogy ritkítani fogjuk a családtagokat. Hogy szaporodna, majd úgy vesznek a következő gyerekeknek is valahol ingatlant, és akkor egyszer majd csak elkopnak innen. És hol vesznek majd neki ingatlant a másik utcában? Nem tudom, ezt én nem. Erre. Ugyanis amikor az utolsó megbeszélés volt ezzel a családdal kapcsolatban, oda nem hívtak meg senki olyat, aki esetleg érdekelt vagy érintett lett volna közvetlenül ezzel a témával kapcsolatban. Ez mikor volt a megbeszélés? Ez az elmúlt év novemberében, november elején. Körülbelül akkor volt, és én csak ilyen félfüllel hallottam meg, és szóvá tették azt is, ezt is csak közvetve tudom, hogy a gyermekvédelmi szolgálatot meg se kérdezték, illetve meg sem hívták. Az iskolát meg nem hívták, hogy a gyerekek járnak-e iskolába, milyen a tanulmányi eredmény. Annyit szeretnék még elmondani ezzel a témával, illetve összefüggésében, hogy rám mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy én rasszista vagyok, inkább realista vagyok, ugyanis én közel 7 éven keresztül Arlóba a cigánysor közepén vezettem egy üzletet. Én nekem mindenkivel jó kapcsolatom volt, van, és remélem, hogy lesz is, és a falu közösségéért is nagyon-nagyon sok mindent megtettem, úgy anyagilag, mint tárgyban, és ennek a hozománya, hogy a falutól megkaptam a közösségi munkámért végzett kitüntetést. A történet egészen elképesztő és felháborító, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy sajnos nem egyedülálló Magyarországon. Számtalan olyan település van, ahol tulajdonképpen a helyzet pontosan ehhez hasonló, ahol tulajdonképpen betelepül vagy betelepítenek, mint jelen helyzetben, egy olyan családot, amelyik képtelen betartani a közösség együttélés szabályait, amely kiilleszkedett életmódot folytat, és ezzel gyakorlatilag a környezetét, meg az életét pokollá teszi. Azok a tisztességes emberek szenvednek, akik egy életen át adót fizetnek, társadalombiztosítást fizetnek, nyugdíjjárulékot fizetnek, és innentől kezdve pokollá válik az életük. Ráadásul az ingatlanjaiknak az értéke felére, harmadára esik vissza, vagy akár eladhatatlanná is válik. Azt gondolom, bizony ez az a folyamat, amelyet meg kell állítanunk, a Mi Hazánk Mozgalom ezzel szemben felemeli a szavát, és természetesen minden egyes törvényjavaslatunk abba az irányba megy, hogy ezeken a helyzeteken tulajdonképpen változtatni tudjunk, hiszen látszik az,
és itt az elmondásból is, hogy a magyar hatóságok képtelenek megoldani ezt a problémát, tehát a tisztességes adófizető állampolgár hozzájuk fordul, és gyakorlatilag nincs olyan hatóság, amelyik tudna számukra segítséget nyújtani. És pontosan azt gondolom, hogy bizony ezen a rendszeren gyökeres változtatásokra van szükség. Természetesen itt a konkrét esetben is majd még a hatóságokhoz fogunk fordulni annak érdekében, hogy bizony ezen konkrét esetben is hatékonyabb segítséget tudjunk nyújtani, de azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen rendszer szinten kell ezt a helyzetet megváltoztatni.